Ha Fehérvár felé tartunk, észrevehetjük, hogy a várost körülvevő szokásos narancssárga fényburok bizony már nem látszik. Ez nem a véletlennek köszönhető, hanem annak, hogy Székesfehérváron teljesen megújult a közvilágítás, és a régi nátriumos lámpatesteket új korszerű LED lámpák váltották fel. A Városgondnokság, a Roneco Kft. És az MVM együttműködésének köszönhetően a 13 ezer lámpatestből több mint 11 ezret cseréltek ki. A polgármester szerint a korszerűsítés nem csak a közbiztonságot fogja növelni és a fényszennyezést csökkenteni, de sokkal energiatakarékosabbá is teszi a közvilágítást. Mindegy 2 milliárd forintos beruházásról van szó, amit a kivitelező, ugye a Roneco Kft. Volt, illetve az MVM, ez az ő konzorciumok, az gyakorlatilag előfinanszíroz, és mi ezekből a megtakarításokból fogjuk a következő években ezt finanszírozni, utána pedig teljes egészében a városnak az üzemeltetési költségeit fogja csökkenteni ez az új lápatest, ami azt hiszem, hogy tényleg jobb is lett, és takarékosabb is lett. A LED cseréről szóló sajtótájékoztatón a Városgondnokság ügyvezetője Bozai István elmondta, a fejlesztés munkálatai már tavasz óta folytak, és tervezetten az év végéig kellett volna befejezniük a szakembereknek. Ám a hatékony munkának köszönhetően már egy hónappal hamarabb készen lettek a közvilágításért felelő modern lámpák. A lámpatestek nagy előnye, erről már a kivitelező cég vezetője beszélt, az, hogy irányíthatók és szabályozhatók, ami azt jelenti, hogy este 11 óra után a gyalogos átkelőhelyek környékén lévő kivételével 50%-kal lecsökken a fényerejük. Ez a fényváltozás ugyan szabad szemmel nem látható, de még tovább növeli a lámpatestek energiatakarékosságát. Tulajdonképpen nagyon kevés lesz a fényszennyeződés. Ezek a lámpák, ezek irányított fénnyel világítanak, tehát ezek nem az eget világítják meg, mint hogy a régi hagyományos nátrium lámpák, hanem ezek tulajdonképpen a célvilágítás, az úttestet, a járdákat, egyebeket, ahova van irányítva, ahova tükrök vannak ráfókuszálva. A 60-65%-kal kevesebbet fogyasztó lámpatestek szinte egész Fehérváron működnek már. Azonban a Városgondnokság arra bíztatja a lakosságot, ha esetleg probléma merülne fel, azt jelentsék a Városgondnokság honlapján, vagy a Fehérvár applikáción keresztül. Utóbbival jelentősen felgyorsítva a hibajelentést és a hiba elhárítást.